Volt egyszer egy DKG. Igen, csak így DKG, semmi RT, KFT, ISZT nem volt még. Viszont már akkor volt egy olajbányász nevű híres foci csapat, amikor még nem az alsó templomnál, hanem a DKG mellett volt a pálya. Gyári látkép, bal saroknál az acélraktár, középen a kettes üzem. A régi ebédlő, ahol a levest még tálakban adták, és a másodikat is asztalhoz hozták. Három arc, Fleskó Györgyi, Fehér Imre, Móroc Imre, talán 1970 körül. Egy béremelés 1974-ben. A MEU anyagvizsgálók egyáltalán nem halhatatlan brigádja. Csupa gond terhelt arc egy megbeszélésen. A DH mozgalom és az újítások plusz pénzhez tudták juttatni az ötletelő dolgozókat. 1987-ből egy béremelési értesítés. Az Erkel Műfház homlokzata, ahová a korabeli meghívó invitálta az érdeklődőket, a DKG öntőműhelye a közérdeklődésre számot tartó, bronzból készült melléktermékeit mutatta be 1971-ben.